Sziasztok! Nagyon furcsa dolog lenne, ha valaki azt állítana komolyan, hogy benne a szívében nincs hit, és 5 perc múlva már nagyon hisz. De lényegében ezt olvastunk most tegnap a heti szakaszban, Schlachban. Jönnek vissza a kémek, és mondanak, hogy hú, túl erősek ott a népek a Szentföldön, nem fogunk tudni elmenni. És a nép kezd sírni, mit akar tőlünk az örökkévaló, stb. Stb. És erre az örökkévaló nagyon mérges volt, Mózes rájön kiabált, és mit olvasok a következő mondatban? Hinnennu ve'alinu, és fölkeltek kora reggel, és fölmentek a hegy tetejére, mondván, itt vagyunk, fölmegyünk arra a helyre, amelyet az örökkévaló mondott, mert vétkeztünk. Hogy lehet az, hogy előbb még sírtak, és teljesen oda voltak, mert nem tudtak elképzelni, hogy az örökkévaló tényleg jó helyre visz őket, békében és nyugalomban, és rögtön, ahogy Mózes rájuk kiabált az Isten nevében, akkor rögtön már nagyon hisznek is minden. Ezt a kérdést tárgyalja az Alter Rebbe Rabbi Schneur Zalman a Tanya című művében. És azt mondja, a válasz erre nagyon egyszerű. Azt mondja, minden embernek a szívében, minden zsidónak a szívében ott van a hit. Mert a lélekben benne van a hit az Istenben, és mindenben, amit az Isten mondott. Valamikor a körülmények olyanak, hogy az ember azt hiszi, úgy tűnik neki, hogy nem hisz. De abban a percben, amikor rá lesz kiabálva, akkor gyorsan magához tér, és előjön a hit. És ez az, ami történt a zsidóknál. Ők azt hittek, azt gondoltak, hogy nem hisznek. Jaj, mi lesz ott a Szentföldön? Ahogy Mózes rájuk kiabált, az elég volt ahhoz, hogy felébredjenek, és magukhoz térjenek, és akkor és ott volt a hit a lelkükben. Mert minden zsidónak a lelkében benne van a hit, csak valamikor el van takarva, és nem jön elő. Az embernek a feladata mindig azt felásni, és ott lesz a hit. Köszönöm szépen!